A Vulkánság turisztikai régió következő helyszíne Egyházas hetje. A Művészetek és Művészek utcájában vagyunk, nem véletlenül. 1776-ot írunk, Egyházas hetjén járunk. Mi volt akkor itt ebben a faluban? Május 7-én ebben a házban született a kis Berzsenyi Danika, akit az édesapja bizony még a széltől is óvott. Vaj, olyan régi illat van. Több száz éves illat, ezt úgy szeretem. Ezt a falat megőrzik. A szomszédos kastély földesura, Felsőbüki Nagy Sándor ügyelt a településre akkor. Berzsenyi 20 évig élt ebben a házban. Szeretett itt élni, bár az apja elég keménykezően tartotta őt, és kiskorában nem is engedte iskolába, mert annyira vézna és nem olyan erős, bátor kisgyerek volt, mint amit ő elképzelt. A költő emlékét nap mint nap ápolják az itt élők, például a Sozva Quintet himnuszának tekinti a búcsúzás Kemenesaljától című versét. Pazsi határában egy domtetőn írt, vagy ott iklette meg a táj, ahonnan visszanézve még lehet látni a Sághegyet, de hogyha a dombok mögé nézünk, akkor onnan már nem. A Bölcsőd, Síród Egyesület pedig híd Egyházas hetje és Nikla között. Szeretnénk elérni, hogy neves magyar költők, irodalmárok, művészek szülőhelye és halálhelye felvegye a kapcsolatot. Nézz az égre, mondd, hogy látod fejünk fel. Hogy szoktatok menni, hogyha a Sághegyet látni akarjátok, Öcsk? Aztán Kemenes kápolna. A vulkánsági hosszú hétvégén biciklivel indulunk tovább. Itt nem nagyon jár autó, ugye? Hát nem igazán. Úgyhogy lehet jól bringázni. Nem beszélünk. Ez a Sághegy? A Ság után az országos kék túra útvonalon Kissomjó felé tartunk. Várlak, s ha majd 20 év múlva látlak, lehet, hogy ugyanúgy megkívánlak. A balatoni tanúhegyek legkisebbike 200 méter magas, így akár biccajjal is felhajthat a turista. A Kissomjó hegyen rengeteg gyógynövény van. És ezt kell arra. Finomédes. Az akácosban sétálva először az egykori vulkánkráteréhez jutunk. Közelről meg lehet vizsgálni. Igen, látszódnak a batalt rétegek. Aztán egy mitikus helyre. A Vulkánság turisztikai régió következő állomása a misztikus királykő. Jött Béla, és itt csinált. Egyedik Béla ugyanis erre menekült a tatárok elől kis csapatával 800 évvel ezelőtt. Nagyon szomjas volt a csapat, és negyedik Béla királyunk a kardját a legenda szerint beledöfte a kősziklába, és víz kezdett el csobogni. Fakat. A Vulkánság turisztikai régió következő állomása Borgáta, ahol a láva és a gejzír után termálvizet adott a föld. Szerintem a látvány önmagáért beszél. A kristálytiszta víz, az a csend és nyugalom és béke, amit az egész környezet magából áraszt, a lombos fák, amik már több tíz éve vigyázzák az emberek nyugalmát. Víz alatt mászkáltam, úsztam. Ide elsősorban a csendért, a vidéki idillért és persze a gyógyvízért érkeznek a turisták itthonról és külföldről egyaránt. 47 fokos termálvízről beszélünk, amely 1964-ben olajfúrás következtében jött a felszínre, és azóta is segít a gyógyulni vágyó reumatikus betegeknek. A barátnőmnek itt van egy kis nyaralójuk, ki tud kapcsolódni az ember, a mindennapi gondokat le tudja tenni. Nyugalmas oázis a Vulkánság turisztikai régió, ahol lépten nyomon Berzsenyibe botlunk. Például itt a Bögötei István kilátó tetején. És látod, Berzsenyivel kezdtük ezt a mai túránkat, és Berzsenyivel is fejezzük be. 38 éves volt, amikor ezt írta, és lehet, hogy valahol itt állt éppen. Megállok még egyszer, Sveát visszanézek, ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek.